A gyerekek ma szinte minden traktorra, kombányra felülhettek, hogy kipróbálják a gépóriásokat. A vállalkozók, gépforgalmazók be is gyújtották az erőgépeket, a hozzáértők a traktor zugását hallgatták. Sokan érkeztek a régió legnagyobb agrárrendezvényére, hiszen családi napot hirdetett a vásár. Egy jegy áráért az egész család bemehetett. Volt, aki vásárlási szándékkal jött. Mi dohánytermeléssel foglalkozunk, tehát ez körül, amik forognak, a gépek, a palántáló, a fűzőgép, ilyeneket keresünk, és a virággal kapcsolatos összes dolog, ami a kertészettel összefügg. A kisvállalkozók is megtalálták helyüket a vásáron. Péter révéről házi malmokat hoztak bemutatni. Ez most a reneszánszát éli jelenleg a hazai piacon. Elég nagy az érdeklődés rá, mindenki próbál az egészséges táplálkozás iránt érdeklődni és aszerint élni. Saját buzából, saját kenyeret, saját péksüteményt készíteni, így azt mondjuk, hogy szerencsére, hogy ez a trend van, így nekünk is egy kicsit nagyobb az érdeklődés, nagyobb a piacunk. A vásáron vasárnap kerül sor a nyeremények kisorsolására. Délben és délután 5 órakor 2 szerencsés látogató egy-egy traktorral lesz gazdagabb.